Hello, szia, szevasztok! Eszti vagyok, és majd különleges levest fogok elkészíteni, aminek az egyik nagyon fontos hozzávalója nem más, mint a mizópaszta. Gyert meg, megmutatom, hogy csinálom. Aki követ minket TikTokon, az már tudja, hogy jártunk a kedvenc ázsiai boltunkban, ahol sikerült rengeteg finomságot beszereznem, többek között néhány fontos hozzávalót ehhez a bizonyos leveshez. Már most itt a recept elején fontos megjegyeznem, hogy ez nem a tradicionális mizóleves lesz, ugyanis annak az alapja nem más, mint a dashi, amit egyfajta tengeri hínárból és szárított, fermentált tonhaltehelyből készítenek. Ez most a nagyon egyszerű, nagyon gyors, vegán verzió lesz. Ismét fontos megjegyezni, hogy ugye a hányház annyi szokás. Követek néhány japán és kínai youtubert, akik rendszeresen készítenek mizólevest, és több millióféle fajta verzió létezik. Igazából az egyszerű hétköznapi főzésben gyakorlatilag bármit beleraknak, ami éppen a kezük ügyébe kerül. Én most nem teszek mást, mint hogy előkészítem a zöldségeket, többek között ezt a gyönyörű szép kínai, vagy más nevén vadspenótot. Amint látjátok a végét, a szárát fölaprítom kisebb darabokra, ugyanis ennek kicsit hosszabb főzési időre van szüksége, mint például a leveleinek. Természetesen a leveleit is fel fogom használni, viszont ezt egy kicsit nagyobb darabokra fogom vágni és félreteszem, ugyanis ezt majd csak a főzés legesleg végén fogom felhasználni. Ugyanez a sósa két kisebb pakcsónak, amelyet használhatunk természetesen egy nagyobbat is, ugyanis annak is a levelei nagyon-nagyon gyorsan átfőnek, viszont a szára elég kemény, amit így módon fel fogok négyelni, majd pedig felszeletelek. Mivel ez a vegán verzió lesz, ti, hogyha szeretnétek, használhatok hozzá egy zöldségleves kockát is, én viszont szeretném, hogy egy kicsit tradicionálisabb íze legyen, így módon a keményebb zöldségdarabokból fogok főzni egy zöldségleves alapot, majd pedig azt fogom ízesíteni a mizóval, némi sóval és borssal. Természetesen, mint mindig, most is azt javaslom, srácok, hogy kísérletezzetek nyugodtan, ne ragaszkodjatok 100%-osan a receptemhez, hogyha esetleg valamit nem szerettek a hozzávalókból, vagy pedig esetleg találtok otthon más kedvenc zöldséget a hűtőben, nyugodtan tehetek bele. Tényleg a lehetőségek tárháza végtelen, kísérletezzetek nyugodtan. Ilyen például a gomba. Hogyha szeretitek például a csiperkét, nyugodtan tehetek hozzá csak azt. Nekem ebben a bizonyos házgyűjtőboltban szerencsém volt, ugyanis volt ilyen gomba szelekció doboz, hogyha lehet így hívni. A lényeg az, hogy 4-5 különféle gomba volt benne, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ezeket most szépen előkészítem, kisebb vagy nagyobb darabokra vágom őket. Nagyon-nagyon fontos, hogyha többféle gombát használtok föl, akkor azokat a részeket, amik gyorsan megfőnek, tegyétek félre, és majd csak a főzés legvégén tegyétek hozzá. A keményebb darabokat vágjátok kicsire, majd pedig tegyétek ugyanúgy félre, és a főzés közepén adagoljátok majd hozzá, mint ahogy azt most én is fogom tenni. Tudom, ez egy picit bonyolultnak hangzik, de higgyétek el, sokkal egyszerűbb, mint amilyennek tűnik. Mindjárt, amit előkészítettem minden hozzávalót, megmutatom, hogy hogyan fogom összerakni a levest, és meglátjátok ti is, hogy tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Egyébként a recept, mint mindig, most is itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálható, és hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, normál esetben minden héten szombaton délután 1 órától főzősú a Twitch-en, aminek a linkje szintén a leírásban van. Viszont ez a hét különleges hét, ugyanis most majd csak vasárnap délután 1 órától lesz a főzősú. A gombák után feldarabolok körülbelül 200 g-nyi tofut. Természetesen húsevő barátaimnak most itt megjegyzem, hogy mizólevesben lehet tenni nyugodtan húst, lehet tenni halat, vagy akár tengeri herkentyűket is. Nekem egy elég komoly mennyiségű mizópasztát sikerült szereznem, úgyhogy fogok kísérletezni a levesekkel bőven, úgyhogy lesz majd húsos, halas és tengeri herkentyűs verzió is. De ha már ehhez a leveshez így is úgy is rengeteg zöldséget rakok, úgy döntöttem, hogy ez most a vegán verzió lesz. Így módon kerül bele tofu, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy javaslom, ti is próbáljátok is rácik, ugyanis egyrészt nagyon-nagyon finom, másrészt rettentően egészséges. Ugye, mint említettem, a tengeri hal pihét ki fogom hagyni most a levesből, viszont van itthon egy-két szelet ilyen norim, amit ugye egyébként normál esetben sushihoz szoktak használni. Ezt viszont beledarabolom és javaslom, hogyha tudtok szerezni, ti is rakjatok egy-kettőt a levesbe, ugyanis kellemes sós, úgymond tengeri ízt fog kölcsönözni a levesnek, ami tényleg jót fog neki tenni. De hogyha nem sikerül beszereznetek, ne aggódjatok, enélkül is nagyon-nagyon finom lesz. És amikor végre megvagyunk a daraboláson, neki is állhatunk a főzőcskének. Mérjünk ki 1,5 liter hideg vizet, ez nagyon fontos, tényleg hideg vizet, ugyanis ebben fogjuk előfőzni a keményebb zöldségdarabokat. Én most nem tettem mást, mint hogy hozzátettem a répát, a feldarabolt újhagymát, a spenótnak a szárát és a pakcsónak a szárát is. Lefedem, majd pedig közepes lángon addig fogom melegíteni, amíg éppen el nem kezd gyöngyözni a leves. Ugye ezek a zöldségek igaz, hogy keményebbek, mint például a leveleik, viszont nagyon-nagyon gyorsan megfőnek. Attól függően, hogy ti milyen
ilyen zöldségeket használtok, javaslom vágjátok kisebb darabokra, mint ahogy ezt most én is tettem az enyémekre, ugyanis így tényleg gyorsan át fognak főni. Ennek a levesnek is, mint egyébként minden zöldséges ételnek, az a titka, hogy ne főzzük túl a zöldségeket, mert úgy elveszítik az eredeti kellemes ízüket és szamatukat. Az én levesem elkezdett gyöngyözni, úgyhogy most hozzáöntöm a felhígított mizópasztát. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, ugyanis így nem fog becsomósodni. Nagyon egyszerű egyébként a történet, mérjetek ki 1-2 decilitennyi langyos vizet, abba tegyétek bele a mizópasztátokat, majd pedig keverjétek teljesen simára. Mivel a mizópasztának az íze a fajtájától és a márkájától függően változhat, javaslom, hogy ti kezdjetek a receptben megadott mennyiségnek a felével, mert lehet, hogy a ti mizópasztátok koncentráltabb, vagy pedig sósabb, mint az enyém. Ne aggódjatok, hogyha nem elég erős az íze, mizópasztát a főzés során bármikor adhattok hozzá, bármilyen mennyiségben. A mizópaszta után én hozzáadom a leveshez az összes gombámat, majd pedig a tofumat. Jól elkeverem, majd pedig lefedem, felforralom, de csak gyöngyözve fogom forralni, és 4-5 percig fogom főzni, egészen addig, amíg a gomba meg nem puhul. Javaslom, ti is tegyétek ezt, és nézzétek meg, hogy mikor van készen a gombátok. Amikor ti is elértek arra a pontra, hogy megpuhult a gombátok, akkor jöhetnek a levelek. Hogyha egyébként nem tudtok beszerezni kínai vagy pedig vad spenótot, akkor nyugodtan használhatok normál spenótot. Viszont azt is csak a főzés legvégén tegyétek hozzá, különben nagyon-nagyon pempős lesz. Én most még hozzáadom a nori leveleket és az enoki gombámnak a tetejét, ami ugye nagyon-nagyon gyorsan megföl. Jól elkeverem, majd pedig ismételten félig lefedem, felforralom és csak 1-2 percig főzöm, ugyanis ezek tényleg nagyon gyorsan megfőnek és nem szeretnék semmit túlfőzni. Utolsó lépésként, amikor minden megfőtt, jön a kóstolás, ami nagyon-nagyon fontos, ugyanis most fogjuk beállítani a levesnek az igazi ízét. Mint említettem, javaslom, ti csak a megadott mizópaszta mennyiségének a felével kezdjetek. Hogyha nem elég erős az íze, akkor most még nyugodtan tehetek hozzá. Nekem egyébként nem volt másra szüksége a levesemnek, mint egy jó koradag sóra és némi borsra. Természetesen, hogyha szeretitek, tehetek hozzá más fűszereket is, viszont javaslom, próbáljátok ki először a semleges, sima ízű mizót, és csak utána kísérletezetek a mindenféle ízekkel. Amikor megvagyunk az ízesítéssel is, már nincsen más dolgunk, mint hogy tálaljunk, ami természetesen pillanatok alatt megvan, ugyanis csak ki kell kanaraznunk a levesünket, és már neki is esetünk. Remélem, kipróbáljátok, srácok, ezt a receptet, írjátok meg, hogy hogy sikerült, és azt is, hogy ti mit tettetek bele. Jó étvágyat kívánok hozzá, és mint mindig, várlak benneteket vissza a következő recept videóban is. Addig is, sziasztok!